A most következő kettő előadón pedig Sipos Edina és Császár Miklós, akik a Bűvös Völgy programról fognak nekünk mesélni, illetve hát az ott található gyermeki szokások, tanári realitások, amiket ott tapasztaltok, ha minden igaz. Köszönöm szépen. Jó szeretettel köszöntöm én is Önöket. A tegnapi délutáni programban is, meg a ma délelőtt folyamán is már több érdekes előadást igyekszem odafigyelni a tolmácsokra. Köszönöm szépen a jelzést. Tehát már több érdekes előadás, meg direkt-indirekt utalás elhangzott a gyermekek digitális eszköz használatával, meg média fogyasztási szokásaival kapcsolatban. Mi is az elkövetkező 15 percben szeretnénk ezekre a médiafogyasztási szokásokra kiskamaszok, kamaszok tekintetében reflektálni, méghozzá azon válaszok alapján, amiket ők nekünk személyesen közvetlenül adnak a Bűvös Völgy Médiaért és Oktató Központban, és szeretnénk ezt kiegészíteni a pedagógusok reflexióival is. Az elmúlt 3,5 évben, tehát 2014 májusa óta a budapesti, illetve most már a debreceni Bűvös Völgyben is mintegy 23 000 diák vett részt a programunkon, több mint 2000 pedagógus kíséretében. És itt a gyermekeknek az elégedettség mérő kérdőívét, amit eleinte használtunk a programunk folyamán, ezt hamarosan felváltottuk egy médiafogyasztási szokásokat mérő anonim kérdőívvel. Ennek tulajdonképpen az volt a célja, és arra törekszünk, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a gyerekektől azzal kapcsolatban, hogy ők mit fogyasztanak, milyen mennyiségben és milyen formában. Azért is, hogy ennek mentén, vagy ez alapján minél relevánsabbá tehessük a programunkat, és úgy fejlesszük tovább a szakmai programunkat, hogy mi tényleg azokon a területeken tudjuk fejleszteni az ő médiaértésüket és médiatudatosságukat, amely területeken ők a média tartalmakat fogyasztják. Köszönöm. Igen. Ezek anonim kérdőívek, és két korosztály számára készítettük el őket. A két korosztály, az egyik az 5.-7. évfolyam, tehát a úgynevezett alfa generáció tagjai, 11-13 évesek, a másik pedig a 8.-10. évfolyam tagjai. Nagyon sok mindenre rákérdezünk, 10 perc alatt ki tudják tölteni egyébként a tableteken ezeket a kérdőíveket, de ahhoz képest ezek meglehetősen átfogóak. És én itt most csak az időrövidsége miatt néhány kérdést emeltem ki. Az egyik az az, hogy milyen játékokkal játszanak a legszívesebben, és itt talán a sztereotíp feltételezésekkel ellentétben úgy tűnik, hogy mind a két korosztály tagjai még a szabadtéri játékokat, meg sporteszközöket előtérbe helyezik a számítógépes játékokkal szemben, ugyanakkor viszont szeretném azzal árnyalni a képet, hogy a nemek szerint mi itt különbséget nem teszünk, tehát könnyen elképzelhető, hogyha mondjuk külön mérnénk a fiúkat, akkor azért a számítógépes játékok nagyobb arányban jelennének meg, mint az összpopulációban. Bocsánat, itt a kékekkel meg pirosakkal annyi pont van, hogy én nem látom. Ó, igen. Tehát a 42... Igen, a 35,5%, valamint a pirosnál a 36%. Jó? Igen, nyugodtan jelezzenek, köszönöm szépen. Hogyan szoktak leggyakrabban filmet nézni? Az az igazság, hogy mi a tévézési szokásaikat sokféleképpen mérjük, vagy több kérdéssel is, kezdve attól, hogy milyen gyakran néznek valóságsókat, sorozatokat, hírműsorokat, egészen odáig, hogy mondjuk hogyan reagálnak a reklámokra. Itt most kifejezetten az eszköz használati szokásaikat akartam kiemelni. Azt látjuk, megint talán egy kicsit ellene megy ez az általános feltételezésnek, hogy a kisebb korosztálynál még mindössze, vagyis a legtöbben, ugye majdnem 60% még tévében nézi a filmeket, ugyanakkor már itt is az egyharmad gyakorlatilag számítógépen, tableten vagy telefonon. A nagyobb korosztály esetében már megfordul ez a trend, és ott az egyharmad az, aki már mindössze ugye tévén fogyasztja a filmeket, és több, mint a fele pedig valamilyen kütyűn. Most a 8-10% a mozizásnál az eleve viszonylag csekének mondható, és ott azért annyit kiemelnék, hogy ez mindenféleképpen csak a fővárosi vagy a nagyobb vidéki városokból érkező gyermekek válaszait érinti. Mely közösségi oldalakat használják?
Az 5.-7. évfolyam esetében viszonylag nagy terület maradt úgy üresen, hogy ugye egyéb variációk nevet viseli. Ez azért is van, mert itt egyrészt sokan vagy üresen hagyták ezt a mezőt, vagy pedig itt rákérdezünk arra is, hogy közösségi alkalmazásokat miket használ, és itt a Facebook, WhatsApp, nem tudom, WhatsApp, Twitter, tehát itt mindenféle variációk előfordulnak, azért ahhoz képest, hogy itt a felső korhatár 13 év, azt gondolom, hogy azért viszonylag intenzívnek mondható már a közösségi oldal használat. Az még egy érdekes adatsorít, hogy 25-25% a csupán Facebookot használók aránya mind a két korosztályban, viszont a Facebook, Instagram, Snapchat, ami egy rendkívül népszerű hármas használatnak mondható, az már egy jelentős előrelépést mutat a 22%-kal a nagyobbak között. Posztol, csetel vagy kommentel. Itt a kisebbek, kisebb korosztály esetében még talán nyilvánvaló, hogy miért 62% azt mondja, hogy nem teszi ezt. Itt rögtön annyit kiemelnék, hogy itt a hármat egyszerre kell figyelni, tehát hogyha például a csetelést ebből kivennénk, amit lehet, hogy meg is fogunk tenni a jövőben, akkor sokkal nagyobb lenne az igenek aránya mind a két korosztály esetében. Honnan tájékozódnak a világ eseményeiről? Ez csak a 8.-10. évfolyam tagjaitól kérdezzük meg. Itt az adatsorokat nem adtam meg, de mondom jó, hogy itt egy 41-32%, tehát 41 az online sajtó, a tévéhíradó az 32-17%, aki mindkettő, tehát gyakorlatilag a gyerekek 90%-a az online sajtót, illetve a tévéhíradót adja meg fő hírforrásként. Ilyen médiafogyasztási szokások, és ennél mondom, sokkal bővebb adatokat veszünk le tulajdonképpen a diákoktól, ezekkel jönnek, ez az input, amivel érkeznek hozzánk a gyerekek. Itt a médiaismereti hátteret, iskolai hátteret annyiban szeretném felvillantani, hogy azzal a kihívással néznek szembét a pedagógusok és a diákok is, hogy annak ellenére, hogy a köznevelési törvény egy fontos fejlesztendő területként határozta meg 2011 év végén a médiatudatosságot, illetve a médiaértést, tulajdonképpen oda jutottunk, hogy alapfokon az általános iskoláknak a tantárműből teljesen kiesett a médiaismeret és mozgókép kultúra önálló tantárgyként. Középiskolában pedig elsősorban a gimnáziumok engedhetik meg maguknak azt, hogy egy kötelezően választható csomagból ők médiaórákat is választanak, és amint ez látszik, gyakorlatilag kereszttantervi formában valósul meg a médiaismeret oktatás az iskolában, és az, hogy ez milyen kihívásokat rejt magában, ezt már Miklós fogja tovább fejtegetni. Igen, és ahogy Edina az előadás elején említette, hogy nem csak gyerekeket kérdezünk, hanem a pedagógusokkal, a kísérő pedagógusokkal egy kötetlen beszélgetést folytatunk. Ebben a beszélgetésben azért standard kérdéseket teszünk fel, igyekszünk néhány konkrét problémát körüljárni, és nagyon fontos, hogy ezekben a beszélgetésekben ezekről a témákról a pedagógusok sokkal őszintébben és, hogy is mondjam, keresetlenül nyilatkoznak, mint akár egy talán egy klikkes kérdőívre azt tennék. Ebből kiderül, hogy a kereszttantervi képzés, amit már említettek a Fábián László által vezetett szekcióban is a tegnapi nap folyamán, tulajdonképpen a kereszttantervi képzés papíron létezik. A tanárok nagy része a hozzárendelt óraszámot és témát a saját tárgya keretében nem tudja vagy nem képes megtartani. Teljesen elsikkadnak. Igazából igyekeznek a saját tárgyuk végére érni az év végére. Itt a tényezők közé még hozzá tartozik, hogy ezek a tanárok többsége nem rendelkezik médiás képzéssel, akár egy pedagógussal továbbképzéssel sem. Itt igyekszünk a látogatás előtt egy felkészítő szakaszban felkészítő óraterveket adni a mi témáinkban. Ezt azzal a nem titkolt szándékkal tettük, hogy olyan tanárok is hozzá tudjanak nyúlni ezekhez a témákhoz, akik nem rendelkeznek továbbképzéssel, könnyen le tudják adni az általunk felkészítő óravázlatoknak vagy felkészítő csomagnak nevezett tartalmakat, és így járulunk hozzá tulajdonképpen ahhoz, hogy a kereszttantervi képzés valamilyen szinten megvalósuljon, hogy egy rajztanár, egy magyar tanár könnyen meg tudja tartani ezeket az órákat. A másik fontos téma, amit felszoktunk tenni, vagy amit meg szoktunk beszélni a pedagógusokkal, az az a probléma, amivel mi sokszor szembe kerülünk,
hogy rendkívül eltérő kompetencia szinttel érkeznek a diákok a budapesti központba vagy a debreceni központba. Egy-egy téma megközelítését nagyon nehéz feldolgoznunk, olyan különbségekkel, hogy a tegnapi nap folyamán Katona Gergő kollégánk beszélt a képekről szóló új foglalkozásunkról, ugye a vizuális kommunikáció, a vizuális tartalmak ugye előtérbe kerülnek a gyerekeknél, és ezt szerettünk volna feldolgozni. Ezt egy olyan foglalkozáson tesszük, ahol tulajdonképpen megpróbálunk a magazin kultúrából, a sajtófotóból kiindulni, ami talán már egy kihaló műfaj, és eljutni a közösségi oldalak képeihez. Vannak olyan régiók Magyarországon, ahol sajnos az egyetlen ismert print sajtótermék az a Kópos vagy a Teszkós újság, és innen kell igazából eljutni a foglalkozás végére. Ez az egyik fő témánk, hogy ezt a tanároktól ehhez tanácsot kérjünk. A másik fontos témánk, ugye, hogy mivel mi azért hozzá akarunk járulni a média ismeret tárgy, az oktatásához, vagy a műveltség területnek a előtérbe tolásához. Ezért megkérdezzük, hogy valami mi lehet az oka annak, hogy a média ismerettárnak, vagy műveltség területnek ilyen alacsony státusza van az iskolában. Ez egyértelmű, és a tanárok túlnyomó többsége által osztott vélemény, hogy az előző NAD-ban és a közoktatási törvényben előírt tartalom vagy módszer nagyon erősen szövegalapú és könyvalapú maradt, film, elméleti, filmesztétikai alapokról indult, amikor ma már a televíziós műfajoknak az ismertetése és az iskolában is szinte anakronisztikusnak tűnik, hiányzik belőle az, amit esetleg mi a bűvös völgyben próbálunk átadni a gyerekeknek, vagyis egy kreatív élmény alapú tárgyát tenni nem sikerült a médiaoktatás, talán ezért is nem nincs olyan státusza, aminek lennie kellene, és a pedagógusok többsége, akik hozzánk jön, valami hasonlót szeretne az iskolában megvalósítani, mint amilyet mi teszünk. Ez viszont ugye az eszközhiánnyal szinte lehetetlen, azt mindenki tudja, hogy milyen ellátottsága van a közoktatásban ma. Az egyetlen megoldásnak tűnik, hogy néhány tanár kihasználja az okostelefonok létét, ami ma a gyerekek nagy részénél már a zsebben van, még akkor is, hogyha egy régebbi típusú vagy egy levetett készülék. Most nem mennék bele abba, hogy milyen problémát okoz az, hogy nincsen fejlesztett tartalom és a médiapedagógia nem tud élni ezzel a lehetőséggel, vagy nem is akar, de minden esetre néhány tanár igyekszik felhasználni ezt az eszközt azzal, hogy médiaismeret tartalmakat okostelefonnal állított elő a gyerekekkel, és ezt dolgozzák fel az iskolában. Most akkor részlet, most már kevés az idő, nem mennék bele, hogy a plánokat és a vágást informatika órán hogy próbálják megérteni. Sokkal fontosabb kérdés, ami minden alkalommal előkerül, az az incidensek és kezelésük az iskolában. Erről is volt szó, erre se térnék ki bővebben, hogy a zaklatás, a sexting, a túlzott médiafogyasztás, vagy az okos eszköz használata is ideje, óra alatt, hogy ez milyen vitákat vagy milyen problémákat válthat ki. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy a felkészítés ezekre a problémákra teljesen hiányzik, és igazából a kárelhárítás, a tűzoltás az, ami jellemző, vagyis csak akkor foglalkoznak az iskolákban ezekkel a témákkal, amikor megtörténik a probléma egy-egy osztálylevelező listán elindul a vita a szülők között, hogy ki mit enged meg, és mi történt, és mi nem. És utána kérik az iskola pszichológust, vagy drámapedagógus segítségét egy-egy probléma megoldásában. Ez, ami nagyon hiányzik. Ez ellen szólhatna az iskolákban lévő, úgymond rendőrségi felkészítés, amiről tényleg nem szeretném a rendőrség munkáját, a fantasztikus felvilágosító munkát mondjuk negatív
jelzőkkel illetni, mert nem is az, amit tesznek, inkább több pedagógusban felmerült, hogy sok esetben kontraproduktív az a rendőri felvilágosítás, ami működik az iskolákban. A gyerekek az utókezelés után, amikor egy-egy probléma megtörténik, az iskolapszichológussal mondjuk feldolgoznak egy iskolai zaklatást, vagy egy osztályfőnöki órán, akkor a gyerekek nem tudják elképzelni, hogy ők is elkövetők, úgymond zaklatók, vagy áldozatok, vagy szemlélődők lehettek. Ezt nem tudják problémaként felfogni, hiszen a alezredes asszony által bűnmegelőzési foglalkozás keretében vetített képek és benyomások azt mutatják, hogy akik rosszat csinálnak az interneten, azok általában 40-50 pluszosok, szemüvegesek és egy pincéből vadásznak a gyerekekre. Ő maga el se tudja képzelni, hogy esetleg internet a zaklatásban részt vehet. Hoppá. Tanárok és gyerekek a digitális világban. Itt röviden utalnék arra, amit az előttem lévő előadó is említett, hogy a tanárokat tanítják a gyerekek. Ez sok esetben igazából azért nem igaz, mert valóban itt nem teszünk különbséget akkor abból a digitális kompetencia csokorból, amiből csak egy-két szál az eszköz használat. A diákok digitális kompetenciája többi ebből a csokorból, az nagyon, nagyon szűk és nagyon alacsony szintű, kritikailag igazából nem tudnak hozzászólni a dolgokhoz, és nem tudnak felfedezni sem az interneten, az internet adta lehetőségekkel, vagy közösségi oldalak adta lehetőségekkel nem élnek, csupán a videó nézegetés, az üzengetés, a Facebook használat az, ami túlnyomó. De akkor a zárszóként elmondanám, hogy a Bűvös Völgy éppen ezért mindig is a realitások talaján élt, próbálta az anyagait, a füzeteit, azokat a segédanyagokat, amit a média oktatáshoz próbál hozzátenni, ezeknek a realitások alapján fejleszteni és terjeszteni. Köszönöm szépen a figyelmüket!